Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Hajdú Melinda pszichológus, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szép jó napot kívánok! A témánk pedig nem más, mint az iskolába való indulás. Ugye most nagyon sok helyen divat ez az ovisuli program, ovisulikat tartanak, meg iskolacsalogatókat, ki melyik iskola, hogy nevezi ezt. És hát bizony a szülők erre rendszeresen ellátogatnak, megnézik, hogy hol mit kínálnak az iskolák, és ott jön a nagy dilemma, hogy aztán hova írassák a gyereket, mit választanak. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kicsit segíteni a szülőknek, ugye pszichológus szemszögből, de mielőtt arra térnénk, hogy melyik iskola és hogyan, egyáltalán nézzük meg, hogy melyik gyerek az, amelyik iskola érett, tehát van előtte valamiféle vizsgálat, iskola érettség, hogyha jól tudom, tehát azt is el kell dönteni, hogy a gyerek menjen-e iskolába, vagy nem. Ez már az első nagy probléma forrás, gondolom ilyenkor 6-7 éves kortájéken. Igen, ez szerencsére azért az óvodában elég jól figyelik a gyerekeket, az óvónénik is. Látják azt, hogy mennyire tud beilleszkedni, mennyire tud megülni egy nyüzsgősebb gyerek, vagy éppen nem tud megülni. És beszélnek a szülőkkel ez ügyben, hogy ők javasolják-e, nem javasolják, maradjon, nem maradjon. Hát ugye itt az a kérdés, hogy a szülő mit szeretne. Hogy azonnal tolni a gyereket, hogy nem már most pedig menjünk iskolába, vagy inkább az érett gyereket is visszafogni, hogy hadd maradjon még, hadd játszon, hogy legyen gyerek. Érdemes itt a gyereket megkérdezni, azt gondolom, ennyi idősen már el tudja mondani, hogy mit szeretne. Nyilván nem ő dönti el, mert van olyan gyerek, aki ő soha nem akar iskolába járni. Figyelni kell, mennyire tud megülni, mennyire tud végighallgatni, mondjuk akár egy színházi előadáson tud-e figyelni, vagy mondjuk ennyi idős gyerek akár már moziba is elmegy. Meg tud-e ülni, megnézi-e, végighallgat-e olyan dolgokat, érdeklik-e mondjuk tudományosabb mesék vagy műsorok, biztosan van erre utalója, hogy őt leköti-e, vagy csak a játék az, ami fontos neki. Illetve, ha nagyon kérdéses a dolog, akkor a nevelési tanácsadóban a szakemberek megvizsgálják a gyermeket, hogy maradjon-e még óvodába, vagy mehet-e iskolába. Ez a nevelési tanácsadós is dolog, ez mostanában ugye azért eléggé dívik, tehát rend, szeretik a szülők, hogyha még inkább egy évet marad az óvodába. Ez jó egyáltalán? Régebben az volt, hogy menjen minél gyorsabban, okos az én gyerekem mehet, most meg az van, hogy inkább hadd maradjon még egy kicsit abban az óvodában, hadd játszom még egy kicsit, hadd legyen még hosszabb a gyerekkora. Bizonyos esetekben szerencsés, és jó, hogyha marad még, mert látja, hogy a többiek elmennek, hogy ők nagyok, hogy ők figyelnek, hogy ők mesélnek esetleg a szomszéd gyerekek, hogy de jó az iskola, és akkor úgy érzi, hogy ő is megérik már rá. Valamikor annyira nem szerencsés, mert akkor a gyerek élvezi, hogy na, akkor ő a kisgyerek szerepben van tartva, és maradhat, és élvezheti az életet, nincs semmi feladata. Érdemes azért tényleg olyan irányba puhatolózni, hogy, vagy egy kicsit a szülőnek lelkesen beszélni az iskoláról, mutatni neki az iskolát, beszélgetni iskolásokkal, hogy milyen, hangolni egy kicsit, hogy aztán meglássa a szülő, hogy na hát igen, inkább még hadd maradjon játszani, vagy talán már megugorja azt a mércét, amit meg kell az iskolához. Akkor ezek szerint mindenféle szempontból a gyerek az, ami a mérvadó, tehát a gyereket igen. Kell magát megfigyelni, nem a szülőt, hogy akkor neki még kényelmesebb az óviba vinni mondjuk, és esetleg igen. Még egy kicsit tovább aludhat, mert ott nem olyan nagy gond, ha elkésnek, vagy 4-9-kor érnek be, hanem lehet, hogy annak a gyereknek tényleg jobb, hogyha már az iskolapadban ül. Igen. Következő dilemma, ugye megint csak a gyereket kell figyelembe venni, gondolom én, az iskola választás. Na ez hogyan történik? Itt Mosonmagyaróváron meg a környéken, és aztán van mindenféle iskola. Hogyan próbáljuk meg, hogyan lessük meg? Nyilván azt gondolom, hogy ugye alapvetően az, hogy nyüzsgős a gyerek, vagy egy nyugodtabb típus, ezt lehet látni, már egészen pici babakorban. Egy nyüzsgősebb gyereknél nagyon jól tud jönni egy sporttagozat, mert ott többet mozognak, többet van levegőn, le vannak kötve az energiáit, és akkor tud jobban figyelni az órán. Egy nyugodtabb vérmérsékletű gyereknek nem feltétlenül a sporttagozata jó. Ott, hogyha látszik a gyereken, hogy érdekli az iskola, érdekli a tanulás, szeret ilyenekkel foglalkozni, akkor lehet egy olyan iskolát választani, ahol tudjuk azt, hogy igen, ott azért van egy magasabb színvonal. Illetve vannak szülők, akik úgy vannak fel, hogy a körzeti iskola, ahova ők tartoznak, tökéletesen megfelel. Nyilván valaki jobban utána érdeklődik, van, aki kevésbé. Sok szülő választ tanárt, ismerős, ajánlás, a testvérem, a sógornőm, a nem tudom ki ajánlotta, az XY nénit, hogy ő a legszuperebb pedagógus.
és van olyan szülő, aki ezt kijárja, hogy ő ehhez a tanárhoz szeretné vinni, vagy a tanárnevelési stílusa. Mondjuk egy nyüzsgős fiúcskához lehet, hogy egy kicsit szigorúbb, határozottabb tanítónéni a jó, amíg egy elmerengős művészlélekhez lehet, hogy egy kicsit türelmesebb típusú tanárnéni kell, hogy ne hajtsa őt annyira, adjon neki teret, meg lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa. A különböző képességek, illetve hát ezeknek a zavarai is akár kijönnek-e már mondjuk 6 éves korban? Gondolok itt arra például, hogyha a kisgyereknek jó a nyelvérzéke, tehát azt észre lehet venni, vagy érdemes figyelni? Igen, észre lehet venni, hogy megragadnak benne szavak, hogy érzékeli azt, hogy valaki most nem magyarul beszél, mondjuk odafigyel ezekre, hall egy dalt a rádióban, és nagyon szépen, szép kiejtéssel visszaénekli. Ugyanígy lehet, hogy a sportok is nagyon hamar kialakul, hogy melyik az a gyerek, amelyiket be se lehet vinni este, már hogy sötét van, és ne játsszál még odakint. Gondolom a hallás is már azért ilyenkor, tehát hogyha valakit érdemes énektagozatra vinni, már az is azért a nagy csoportos korba kijön, nem? Igen, tehát azért akik óviba szeretnek énekelni, és jól énekelnek, ők általában otthon is énekelnek, meg mindenhol énekelnek, meg lehet mutatni, ugyanúgy a zeneiskola is kijár, én úgy tudom. Ilyen ovisulikra is be lehet mutatni hangszereket nekik, hogy érdeklődnek-e. Igen, tehát hogy mindenképpen a gyerek képességeihez kell nézni, tehát nem lehet ráerőszakolni egy zongorázást olyanra, a képpel fociznak kint az útmaron, mert nem fogja érdekelni, és szenvedni fog ettől. Vegyük ugye ezt a jó esetet, hogy valamilyen tehetsége van a gyereknek, vagy valamiben jobb, ha nem is feltétlenül tehetséges, de mondjuk jó hallása van, jól rajzol, hogy nyelvérzéke van, de kiderül-e az is már így az óvodában, hogy esetleg neki valamiféle zavarai lesznek, tehát akár a magatartásában, akár mondjuk így a disz felé, bár gondolom azt, hogy olvasási nehézségei vannak, az nem feltétlenül derül ki, vagy ezek is már ilyenkor kiderülnek ebben a korban? Kiderülhetnek. A magatartás zavar egyértelmű. Beilleszkedési zavar az egyik része például, ugye, hogy folyamatosan azt kapjuk a óvónénitől, hogy nem tud együtt játszani a gyerekünk a többi gyerekkel, vagy azért, mert csendben félrevonul, vagy azért, mert mondjuk inkább egy kicsit túl sok, és mindenkivel akar valamit játszani, akár ez átcsaphat egy kicsit durvább játékba is. Ezt úgy is jelzi az óvónő minden szülő fele, hogy az ő gyereke éppen beilleszkedik, játszik-e vagy nem. Meg azt gondolom szülőként feladat ezt megkérdezni az óvónőtől, hogy hogyan működik az ő gyereke az óvodában. Hát elég kirakni a játszótérre, nem, hogy akkor most ott maradt a mászókán 2 percig, vagy már kapkodjuk a fejünket, hogy lehet másik játszótéren van. Igen, azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Ugyanúgy például akár azt is, hogy eszik-e, alszik-e, szeretjük tudni a gyereknél, hogy milyen szokásai alakulnak ki, egy képet kapunk az óvodától, illetve az óvónők szokták jelezni, én úgy tudom, ha gond van, ha bármilyen lemaradás, mert ők tudják, hogy melyik életkorban milyen feladatokat kell tudni elvégezni egy gyereknek, akár mondjuk sportterén, mozgásban, akár az, hogy nagycsoportos korban azért már formákat, ha jól tudom, azért tanulnak, meg mindenféle ilyen, na most leültök és csendben ezeket átbeszélgetjük, és ha ott mondjuk már nem tud megülni, akkor az látszik. A diszességnek vannak korai jelei, ennek a diszlexia, diszgráfiának. A jobb bal tévesztés például az egyik ilyen fontos jel lehet, hogy ezért egy nagycsoportosnak stabilan tudni kell már, hogy melyik a jobb oldala, melyik a bal oldala, mert például a diszesekre jellemző, hogy amikor elkezdenek írni, tanulni, fordítva írják a betűket, meg a számokat. A P-t, a B-t, igen, gondolom, meg az ötöst, másik irányba. Igen, tehát hogy itt már azért egész hamar lehet, és akár ezt már az óviban is lehet látni, de azt hiszem, hogy az internet rengeteg információt nyújt, tehát hogyha egy anyuka kíváncsi arra, hogy na milyen jelei vannak, akkor be lehet ütni ezt, hogy a diszlexia korai tünetei. És holnap már biztos, hogy diszes lesz a gyereke. Nem feltétlenül, de tényleg vannak, rajzban is vannak például, hogy hogyan rajzol a gyerek emberformát, ez nagyon sokat elárul. Hogyha úgy látja a szülő, hogy olyan fura, hogy pálcika embert rajzol még mindig, bár nem minden gyerek szeret rajzolni, ez nem teljesen mérvadó, de például egy pszichológus számára jeleket tud adni az is, hogy hogyan rajzol embert, mert a diszességnek vannak jelei a rajzban is. A baráti kapcsolatokat mennyire vegyük komolyan? Mert ugye nagyon sokszor már óvodára kialakulnak a komoly baráti kapcsolatok. És akkor a gyerekek mennének együtt. Tehát ezt mennyire vegyék komolyan a szülők? Az én lányom 4 éves, azt mondta, hogy a csengével megy iskolába. Tehát innentől kezdve pont vége van. Lehet, hogy mondjuk 2 év múlva már más lesz a barátnője, ezt nem tudom, de most nagyon határozottan állítják. Tehát ez mennyire fontos egy gyereknek, hogy mondjuk azokkal a gyerekekkel menjen tovább elsőbe, akikkel mondjuk 4 évet, 3 évet eltöltött az óvodában is?
változó, lehet, hogy tényleg lecserélődnek a barátok addigra. Igazából én azt gondolom, hogy itt a szülőnek fontos dönteni, hogy ő milyen jellegű iskolát szeretne választani. Nyilván, hogyha a kisbarátnő hasonló mentális értelmi szinten van, hasonló az érdeklődése, akkor lehet, hogy a szülőknek érdemes összebeszélni, hogy ő hova szeretné vinni a ez gyermekét. Ez egy biztos támpont akkor ezek szerint, hogyha ott legalább 2-3 olyan hasonszörű barát igen. van. Igen, mert nyilván akkor a gyerekek hasonlók, a szülők sem lehetnek oly nagyon különbözőek, és hasonló terveik lehetnek a gyerekükkel kapcsolatosan, ezért érdemes a kis barátok, barátnőknek, a szülőnek leülni a nagy csoport közelettével, hogy mit terveznek, hogy hogyan szeretnék, maradjanak együtt a gyerekek egy osztályban, ha ez megoldható, vagy egy iskolában, vagy nagyon különböző terveik vannak, és akkor kezdjük el hangolni a gyerekeket, hogy megtarthatjátok a barátságot, de sajnos nem ugyanoda fogtok járni. Ez akár lehet abból is, hogy elköltözik valaki, mondjuk kiköltöznek valamelyik kis térségbe, és ott kényelmesebb ott iskolába járni, vagy akármi lehet. Tehát érdemes azért ezt megbeszélni a saját gyerekünkkel, hogy készüljön erre föl, hogy nem biztos, hogy együtt maradnak. Eldöntöttük, hogy melyik iskola, mindenféle szempontot mérlegeltünk, értelmi képességeket, akár vallásit, akár barátokat, tehetséget, mindent, megvan az iskola. Kiválasztották, mi a feladat így nyárra a szülőknek, hogyan kell ráhangolni a gyerekeket arra, hogy iskolába mennek, kell-e egyáltalán, vagy ők azért, mert tudják, hogy valami nagy feladat vár rájuk szeptembertől. Igen, nagyon fontos a szülők feladata, de véletlenül sem az, hogy leragasztani 45 percre a gyereket, hogy na most meglássuk, hogy na most hogy fogsz tudni figyelni. Lelkesíteni kell a gyerekeket. Lelkesen együtt megvásárolni az iskolatáskát, a füzeteket, együtt befedni őket, megcímezni, hogy ez most a tied lesz, és te első ABC-s leszel, és hogy az milyen szuper, együtt készülni, és nagyon-nagyon várni velük, és azt biztatni őket, hogy milyen ügyesek, milyen szépek, milyen helyesek lesznek, és az, hogy hogy kell majd figyelni a tanítónénire, és hogy milyen szuper jó dolgokat fognak tanulni. Tehát mindenképpen egy kicsit ilyen eltúlzott, pozitív légkört teremteni az iskolának, hogy kialakítsák a gyerekben is a várakozást, hogy ez milyen jó lesz. Aztán persze fog csalódni a gyerek, hogy de sokat kell itt ülni, meg ó, de nehéz az figyelni, de hogy továbbra is a lelkesedést tartani bennük, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy mennyit fognak ott tanulni, milyen okosak lesznek, és mennyit fejlődnek, és igazából, ha én visszaemlékszem, én már augusztusban, minden augusztusban alig vártam, hogy befedhessem a füzeteimet, könyveimet, én nagyon készültem, mert mi így készültünk együtt az iskolára, és hogy ez a lényeg, hogy a gyerek azt érezze, hogy ebben ott van mellette a szülő, és hogy mennyire, ha a szülő ennyire örül neki, biztos jó lehet. Melinda, köszönöm szépen! A szülőknek tehát akkor lelkesedés, meg kitartás, meg sok szerencsét a választáshoz, illetve az elkövetkező néhány hónaphoz. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!